24. században. Egy olyan mélységes, legszebb ünnep volt, hiszen abban az időben a szüleim beírták a szívembe, hogy ez az ünnep, ez nem csak magyar ünnep, ez kiterjed az egész világra, hiszen ez világszabadságot hirdetett. És ennél nagyobb szó, hogy szabadság nincsen. Ebben be van a lelki, a testi és mindenféle szabadság foglalva. Úgyhogy mikor március 15-én jön, azelőtt 3-4 nappal vagy egy héttel, már nem bírok magammal, készülődök, zászlókat, kokárdákat készítek, és igyekszem méltóság teljesen odaadni magamat az egész ünnepre. Úgyhogy március 15-e a legszentebb ünnep az én számomra a világi ünnepek közül.